Ugyanolyan súlyosan érintette a nagyvállalatokat is a pandémia, ahogyan a lakosságot vagy a KKV-kat. Hazánkban a vállalatok elsődleges forrásbevonási csatornája az a hitelezés, a kereskedelmi bankok. Azonban régiónkban és az Európai Unióban is nagyobb hagyománya van a kötvénypiacról történő forrásbevonásnak és a kötvénypiacról történő finanszírozásnak. A jegybank éppen azért indította el a növekedési kötvényprogramját, hogy ezt a piacot, ennek a piacnak a likviditását és a méretét ösztönözze és próbálja megnövelni, azáltal, hogy a vállalatok forrásbevonását diverzifikálja, tehát úgymond több pillérre helyezi, és a bankhitelek mellett a kötvényen keresztül is forráshoz tudnak jutni a vállalatok. A kötvény tehát a fő eleme a segítségnyújtásnak. Miért éri meg a nagyvállalatoknak ezt a kötvényt kibocsátani? A kibocsátó kötelezettsége mindössze arra terjed ki, hogy a futamidő elején meghatározott rendszerességgel kamatot fizet, illetve a futamidő végén jellemzően egy összegben törleszti a tőkét. Mekkora keretösszeg áll rendelkezésre országos szinten, és hány vállalat juthat ehhez hozzá? 300 milliárd forintról emelte idén évelején a monetáris tanács meg ezt a limitet. Több mint 250 vállalat jelentkezett már a programba, és 34 sikeres kötvénykibocsátáson vagyunk túl. Mi volt a motivációja az MNB-nek abban, hogy elindítsa ezt a kötvényprogramot? Láttuk, hogy a környező országokban versenytársainknál a kötvénypiac az sokkal fejlettebb, mint nálunk, és pénzügyi stabilitási szempontból ez előnyös lehet a gazdaság egésze számára, továbbra egy gazdasági válságban is javíthatja a kilábalás idejét, vagy rövidítheti annak a hosszát. Kötvénykibocsátás elsősorban az érettebb, nagyobb vállalatok számára jelent valós lehetőséget, de kisebb vállalatoknál és kisebb összegű kibocsátásokat láttunk már az elmúlt időszakban. A Pénzbeszél vállalkozók pénzügyei rovatban jövő héttől olyan vállalható vállalkozókat mutatunk be, akik már a vírus harmadik hullámát is meglovagolták, kisebb, nagyobb sikerrel. Találkozhattunk Marton Ancsával és márkájával, akik idén ünneplik fennállásuk 10. évfordulóját. Hogyan élte túl a ti márkátok és maga az üzlet a vírus okozta a válsághelyzetet? Én azt gondolom, hogy a vírus helyzettől függetlenül is mi egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert a vásárlóink nagy részét a törzsvásárlók teszik ki, és ebben a krízis helyzetben is tudtunk rájuk stabilan támaszkodni. Az üzletet be kellett zárnotok, a hangsúly áttevődött az online-ra, ez hogyan változtatta meg az üzletmenetet? Március 16-án nekünk is be kellett zárnunk a üzletünket, onnantól kezdve nálunk is tehát az online értékesítésre tevődött át a hangsúly. Akkor jelent meg a tavaszi kollekciónk, amelyet akkor nyomotáron tudtunk értékesíteni, viszont pont ez egy szerencse is volt, mert nem kellett elküldenünk egy munkatársunkat sem, és ez nagyban segítette a túlélésünket. Az online üzletek fellendülése milyen plusz tapasztalatokat hozott nektek? Mi azt tapasztaltuk, hogy a krízis kezdetekor nagyobb volt a vásárlási kedv. Valószínűleg az emberekben még nem tudatosult az, hogy mekkora a krízis helyzet. Még akkor szerintem nem veszítették el a munkájukat, nem volt fizetés, csökkenés, de szerintem ahogyan tudatos volt az emberekben az, hogy mekkora a baj, náluk is megcsappant a vásárlási kedv. És ti hogy vetétek észre, hogy az ügyfelek nem fordultak inkább a magyar termékek felé jobban? Én azt gondolom, hogy az emberekben ez tudatosult, hogy mennyire fontos, hogy a magyar termékeket és tervezőket és gyártókat támogassák. Személy szerint is igyekeztem támogatni a hazai tervezőket a vásárlásaimmal. A tervező ezen felül a maszkok iránti kereslet megnövekedésével munkájukat elvesztett varrónőkön is tudott segíteni. Miután bezártuk a fizikai üzletünket, igyekeztünk alkalmazkodni a kialakult helyzethez, és mi is maszkgyártásba kezdtünk. Szakmán belül megtudtuk, hogy rengeteg varrónő elveszítette a munkáját, és az ő segítségeket kértük a gyártásban. Tehát a maszkokból befolyt összeg nagy részét jótékony célra fordítottunk, illetve támogattuk a munkanélkül maradt varrónőket is. Milyen tanulságokkal szolgált számotokra ez a vírus helyzet, és ennek fényében hogyan készültök a második hullámra? Én azt gondolom, hogy nem szabad leállni, inkább előre kell menekülni, hogy eddig például egy külső szolgáltatón keresztül használtuk a webshopunkat, és szerintem itt volt az ideje, hogy a kezünkbe vegyük a saját webshopunk fejlesztését,
És egyébként tanácsolom mindenkinek, hogy meneküljön előre, és lássa meg ebben a helyzetben is a lehetőségeket.